Az Otavó sorozat történetének legkorábbi és legtávolabbra indulása. Vak sötét, hajnali fél öt, irány életünk legelső tankcsapda koncertje Londonba, egyetlen napra csupán. De durva! Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj. Miről 41? Semmi gond, csak ne idegeskedj. Jó, de tényleg? Jó, csak ötlet. Hát hozzá rá a kapukat? Fél hatkor, de ez a gép nélkül nem szállhat fel. Az egész még nagyjából egy hónappal ezelőtt kezdődött. Szeptember közepén a szezonzáró balatoni kompkoncertjükről tudósítottunk élőben. Itt találkoztunk először a csapattal. Lukás nagy szépen vadulik, böngészik majd az okos telefonjára. Lacikára nem zavarunk? Ne, a futballmérkőzés erőre. Ja, játszik a csapat? Játszik a nevezet? Az egyedülálló produkció során két balatoni kompot kapcsoltak össze és alakították koncerthelyszínné. Kocsik helyett színpad és teltházas rajongótábor siklott jó két órán át a vízen. Aztán elrepülök Rióba, beszállok egy kabrióba. Ám akkor azon az esős balatoni éjjelen nem tudtunk maradni, viszont felmerült egy közös nap ötlete, az épp most zajló őszi világturné egyik állomásán együtt aludhatnánk. New York vagy Toronto kisé macerásnak tűnt, a londoni állomás viszont összejöhetett. Napi négy járat legkorábbiával érkezve reggel 7:30-kor már Londonban voltunk. A reptérről az esti koncert helyszínén a belvárosi Islington negyedben múlattuk az időt, míg a fiúk Hollandiából az előző esti Eindhoveni koncertről ideérnek. A zenekar repülővel, az őket segítő roadcsapat pedig kis buszokkal. Jókedélyű barangolással és a cseppesen könnyen meglelhető helyszín keresésével telt a meglepően napos és kellemes londoni szombat délelőtt. Ali. Sziasztok, fiúk, Hali! Meggyőltük, tudjuk, hogy hol vannak, hogy mi van, vagy hogy van, nem? Ezek is bejönnek a városba, elvileg. Kitörő örömmel pillantjuk meg a két nagy zenekari buszt, benne kisé elcsigázva, pihenő, várakozó személyzettel. Ők hajnalban komppal érkeztek a hollandiai koncertről. Oké, tehát ez a hangszerek, bocsánat, csinálok. Hangszerek, minden, keverő, erősítő, minden, ami kell, az innen ért. Mondom, ezért nagyon minimál tudsz, mert annyira nézik a német, meg az osztrák határon a túlsúlyokat, hogy muszáj. Bakó Csaba a zenekar sajtósa, szervezője, mindenese és a ródokkal érkezett. 15 éve dolgozik már a tankokkal, pontosan tudja és fel is készít, mire számíthatunk a fiúkkal kapcsolatban a mai zaklatott közös nap során. Laci az ráadásul mondjuk ő szeret ilyen precíz lenni, viszont nagyon hamar el tudja engedni a dolgokat. Tehát ő az a típus, aki azt mondja, jó, akkor 14 órakor hangbeállás van, akkor 14 órakor ott áll a színpad szélén, és akkor hangbeállás van, be kell hangolni a hangszerét, mindenkinek. De valami kis szabadfoglalkozás formája van, akkor mi? A szabadfoglalkozás már általában abban kimerül, hogy egy rövid környék, utcanézés maximum, vagy még az sem. Hát akkor nem fog nagyon elmászkálni, nem, vagy nem, 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 nem jellemző, maradni. Nem jellemző. Inkább mindig a következő nap délelőtt az, ami egy picit úgy... De most ez sem lesz, mert egyet iszkom már a repcsőre. A háromfős debreceni rockbandát az énekes Lukács László alapította még 28 évvel ezelőtt. A dobos és a gitáros személye azóta változott, a Lukács tűpontos, telibe talált szövegei viszont maradtak és tarolnak a legeltérőbb rétegeknél. Az igazi áttörést egyik legnagyobb slágerük a Mennyország turiszt és az új dobos Fejes Tamás érkezése hozta el. Fejes a látványos pörgetős figurák és a közös dalszerzés mellett sikeres üzletemberként enyengeti a trió útját úgy 17 éve már. Az egykori zanzibáros alapító zeneszerző gitáros Sidlovics Gábor 6 éve csatlakozott egykori bálványaihoz és lett tökéletes a debreceni nagy hármas. Vatta stílus. Csak az olyan, csak kemény valutájú dolgozik. Így van. Annyi minden történt, előttem néhány történt, aludtam minden fiam megbetetlen ágyban.
Több százezer eladott lemez, évi átlag 70-80 igen komolyan összerakott látványos nagy koncert, illetve évek óta tartó nemzetközi turnék fémjelzik a csapat munkásságát. Az ország egyik legnépszerűbb zenekara idén júliusban már a világhírű üzleti magazin címlapjáról mosolygott büszkén, sőt a színpadi öltözők világa után két hete például pezsgőt kínálóhoz teszek kísérték ennek a bizonyos magazinnak a gála beszélgetésére, ahol saját üzleti modelljükről meséltek a nagy érdeműnek. Igen? Hát, ha jól szakulva megkérdeznéd, aha, akkor kíváncsi leszek. Hozhatom a kis mikrofonomat? Ja, sem, persze. Vagy ilyen, nem? Hogyne, hogyne. Szóval, tehát volt az első buli. Igen, ennek a kis kiruccanásnak tegnap volt egy hovember az első bulija. Egész egybe vagytok, hallom? Azért mondom, hogy ez még ilyenkor rendben van. Itt voltatok már, ahol most lesztek? Nem, ez is szintén egy ilyen kultikus. Olyan helyismerettel kereste meg azonnal a mosdót szerintem, hogy... Igen, Lacinak erre van egy ilyen hatodik, hetedik érzéke, igen, hogy én például a kávéfőzőket találom meg egyből, és mindegyiket tudom kezelni. De ügyes vagy, akkor majd vigyél magaddal engem is. Jó, igen, látom azért egy kicsit, azért mutassuk meg a kamerának, hogy ott is van baj. De négyes kelés. Ez a sok utazósdi azért naponta máshol fellépni, szóval ez mennyire aprítja fel az embert. Egyrészt szeretnék utazni. Fontos. De tényleg, én nagyon szeretek utazni egyébként, magánemberként is úgy értem, tehát nem csak zenekarra, hanem úgy, amúgy is szeretek menni, jönni, menni mindenféle eszközzel. De az kétségtelen, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy amit ti csináltok, az semmi, hát úgy csak jöttök, mentek, élveztek rock and roll, isztátok a sört, meg utazgattok. Én azt hittem mindenkinek mondani ilyenkor, aki ilyen degradáló módon próbál ezzel érvelni, hogy egy dolgot próbáljam ki életében. Nyilvánvalóan egyébként ez csak egy ilyen teoretikus dolog, mert értelem szerint nem lesz rá soha lehetősége, velünk biztosan nem, hogy üljön be mellénk a buszba, vagy jöjjön egy hétre velünk, ne csináljon semmit, neki nem kell esténként koncerteznie, neki nem kell esténként összeszedetten másfél-két órát játszani egy csomó embernek, neki csak utaznia kell. Akkor kellni, amikor mi kellünk, akkor feküdni, amikor mi fekszünk, annyit aludni, amennyit mi alszunk, akkor enni, akkor pihenni, akkor utazni, csak annyit, amennyit. Nem kell csinálni azon kívül semmit. Szerintem az emberek túlnyomó része a harmadik, negyedik nap után már önmagában ettől ledobná a láncot. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive. Irány a föld alá az öltözők elfoglalása. Lefelé? Megfogod a végét? Meg hát. Segítek Tomi, nem a műanyag részét, leszakasztok. Ugye? Ott a stílus gyerekek, ha? Úttörő ahhoz, hogy segít. Jövök. Semmit nem akarjátok ki, amíg nem jövök vissza. De hogy dobom, tanyám. Nem vagyok én, nem a eldobós. Mindenki választhat magának sajátot ilyenkor? Hát nem, előzőnek vannak, hagyunk egyet, nem kell. Fontos szempontok merülnek fel ilyenkor, heverő méret szúnyókálláshoz és a zuhanyzó létezése. De ezen hosszú nagyobb az ágy. Hát biztos, hogy lefekszek aludni. Bandánként egy jár egyébként? Vagy azt hittem, hogy mind a három zenekari tagnak van egy saját őző? Nem. Nem vagyunk egyébként. Dehogy nem, meg a déli gyümölcs tálat, én már mondtam. Mindjárt külön öltöző. Ezt már fél még egyszer légy szíves. Igen, mindenkinek külön öltöző. Nem, egyébként van, amikor kapunk. Tehát akarattunk kívül, de akkor is egyben szoktunk becicolni. Nem akarok, menjenek csak a fiúk. Én majd kérek egy saját. Óriás megtiszteltetés, nekünk is jut külön szeparált kis menedék a fiúk szomszédságában. Még úgy 6 óra lehet hátra a koncert kezdésig, addig ilyenkor ez a legfontosabb bázis. Csaba, ezt el tudod nekünk intézni? A legelső és legfontosabb cselekedet ilyenkor a tegnap esti rommá izzadt fellépő ruhák azonnali kiteregetése. Nem rendesek, hanem rutinosak, nem bűnös, mint a dög. Igen. Tulajdonképpen az a rendességről szól, hanem egymás védelméről. Rendesen és gondosan akaszgatja ki mindenki a magáét, kiszabadítva a rohanva nejlonzacskókba gyömözkölés után. Lukács Laci legnagyobb örömére helyes kis rózsaszín vasaló meg deszka is biztosított, jól jön majd átsimítani kicsit a fellépőinget, már ha megszárad majd kezdésig. Még nem, itt hátul nem lehet az optikai értékes. Ki vassam? Gyorsan átvegy bőlem az ujjári jelenben. Nem, hát ez most szárni fog, és utána átpillakod majd rajta kis vasul. Ez dob egy kicsit egyébként, hogyha ez dob egy kicsit ilyenkor a
hozzáálláson, hogy mekkora királyok voltak itt előttetek esetleg? Persze, hát most adhatnánk a lazát, hogy ja, nem tudod úgy, de persze, ez jó érzés. Van egy stelben. Abszolút van benne, persze. Ahol eddig játszottunk Londonban, ott a Motörhead, a Nirvana annak idején, még mint Nirvana volt, és akkor persze ezekről jó pofa dolog beszélgetni azért, meg elképzelni koncert közben, hogy na ezeken a deszkákon kik álltak. Neked vannak gyerekeid, ugye? Igen. Kettő is? Kettő, így van. Mennyi idősek? 4 és 6. Akkor még nekik nem tudod mondani, hogy a gyerekek a volt, ahol a kis játszott. Nem, nekik erről még fogalmuk sincsen. Az egyes teregetést a Molinó teregetés követi. Jó pár lépcsővel följebb a pincéből irány a földszinti koncertterem, ahol a technikai csapat készíti elő a terepet. Rövid szemle és körbenézés után irány vissza a bázis, csendes pihenős ráhangolódás, napi levelezések, olvasgatás a kis és zsúfolt öltözőben. Látjuk szomszédon, na megnézem, hát, mitek a... De várjál, mert szépen fel vagytok szerelem. Ez mi? Mosogatógép vagy hűtő? Hűtő. Jó, de az hűtőzve. Ott a stílus, jól van. Italok, rendben. Angliában egyébként érdekes módon mindig kicsi volt. Kis ide jöttek hozzá, maradj, nem, hogy ne föl kell. Egy kis hazai rétes láttam itt még az előbb, az honnan volt? Nem, az Bakó Csabia. Bakó Csabi rétese? Valaki teafüggő, valaki meg édességfüggő. És ki az édességfüggő? Hát Bakó Csabi. Bakó Csabi édesség. Az a borzasztó az egészben, hogy amikor még Bakó Csabi meg Siri nem volt a zenekarban, régebben még mindig piát meg drogokat kaptunk. Ez normálisabb időben. De így van, hogy a 6.-7. évvel most már Siri zenekarban van, meg Bakó Csabi jön velünk a sajtósunk, azóta meg egyfolytában ilyen csokikat, meg ja, ilyeneket dobált. Régebben még bugyikat dobáltak a színpadra, de volt, amikor mi csokit dobtak fel nemrégen, mondtam Sirinek, hogy ezt fejezzük be, mert ez már imidzsrombolás. Ilyen kis csendben, miközben rotyog a víz, elvagytok itt a Lacival egy ilyen pici kis öltözőben, azon gondolkozom, hogy nagyon kell szeretnetek egymást azért így. Az elmúlt nem úgy, nem félre ne érts. De ezt már, hogy mondjam, hát azért... Ez egy ilyen családi sztori, tehát hogy már túl vagyunk a barátságon, nem Laci? Szóval magyarul hogy ez mindenféleképpen az emberi kapcsolatunk, illetve a feleségek, barátnők kapcsolata is, ez mint egy nagy család, csak így tud működni. Ezért a csajok is ugyanígy összejárnak, meg jóban vannak egyébként? Van, amikor együtt megyünk mondjuk vitorlázni is, aha, tehát hogy alapjában véve ez ilyen... Hatosban vagy inkább csak így négyesben, vagy szóval az egész csapatnak az összes csapat? Nem, 6-osba is például mentünk már, de mindenfajta felállásba, tehát ez... A 8-as, a 10-es, mindenkinek a személyes problémája, a zenekari probléma, ugyanis nem lehet kikerülni az embernek a rossz kedvét, a jó kedvét, tehát hogy mindenkivel együtt éljük meg azt, hogy mondjuk Csabinak ikrei születtek például, azóta egyfolytában turnézunk, mert mondta, hogy nem akar otthon lenni. Elnézve aztán ezt az egyedülálló szimbiózist ilyen kis területen is, megismerem az együttlétek kialakult forgatókönyvét is. Hogyha szállában is vagyunk, akkor mondjuk Tomi inkább Sirivában, én meg jellemzően egyedül vagy esetleg Csabival, vagy Ápival, amikor, hogy érted. De ezt nem veszed rossz néven, tehát nem, szívesen vagy egyedül, tehát neked azért kell például egy kis visszavonulási... Nem feltétlenül az, hogy nem, én ebből bárkivel kiválóan, nem azért, nem, hát egész egyszerűen csak ez, érted, hogy a pont azért, mert elég sokat vagyunk összezárva a szószoros értelmében, és éppen ezért azt a fajta életet, amit belakhatunk, azt természetesen belakjuk, érted. De ha már így szóba jött, akkor például te nem igényled kifejezetten, mint szövegíró, alkotó ember, nem szeretsz egy kicsit többet így visszavonulni, vagy magadba lenni? És nem, én inkább inni szeretem. A lehetség. Igen, erre lesz. Nem, most viccen kívül, nem. Tehát figyelj, nincs ez, hogy te ilyen ember utáló lennél. Nincs itt ilyen nagy művész megfejtések. De nem, igen, mert Laci nem... De jó a kérdés, ugye? Tehát értitek, hogy jó a... Nem, de Laci inkább primadonna típusú, tehát ilyen hullámzó. De a szó jó értelmében, vagy a rossz értelmében? Nem, rossz. A primadonnaság az azért szó jó értelmében és rossz értelmében, mert hogyha például egy ilyen turnéban vagy, és tényleg az van, hogy hopp, jön a színpad, és akkor most csinálni kell, ahhoz kell egy primadonna, aki elviszi a balit, és akár is nézzük ezt az egész sztorit, bármennyire rólunk szól az egész, meg a hátsó gépezet, egy főhős, egy frontember mindig van, akire fölmegy a színpad, és mindig ránéznek. Az a gyengé... doboknál ülsz, és úgy jó kiszúrtál magaddal ilyen szempontból. Ja, elég csicska hangszer tényleg. Szóval igen, de egyébként ez se teljesen igaz, amit Tomi mond, mert egy ilyen zenekarban, főleg egy ilyen trióban, azt gondolom, hogy mind a három ember frontember a szónak ebben az értelemben.
Sidi, ahogy pózol a gitára, meg ahogy jön meg, meg ütőm elkosált, meg mindenkinek puszikat dobál, feje, hogy feláll minden nóta végén, dobálja a dobverőt, pörgete a feje felett a tarkójától. És néha el is kapunk. Kezdi az ütéseket, érted? Igazából ilyen szempontból minden hárman front emberek vagyunk. Valami van a ti zenétekben, ami valami brutálisan megtalál mindenkit, hogy ti meg tudnátok-e mondani azt, hogy ki a törzs közönség, ki milyen típusú ember egy tankcsapda rajongó. Nem is mondanánk meg. Ha gondolnánk, sem mondanánk konkrét szegmenseket, társadalmi vagy bármilyen rétegeket, mert nem akarnánk senkit kirekeszteni abból a lehetőségből, hogy tankcsapdás legyen. Miért lehetne bárki tankcsapdás, aki a zenekart szereti? Ezért nem is politizálunk, ezért is nem folyunk ilyen dolgokba bele, mi nem akarunk embereket megosztani, mi mindig össze akarunk. De ezt egyetértetek velem abban, amit én látok, hogy nagyon sok persze. És félelem, neked és részét, is ennek gondolom, hogy nem ezt a részét akartad kihozni belőle, de én bőlem muszáj kibújjon, általában a pénzügyi dolgokat én intézem meg a zenekar szponzorációját. A zenekar sok kritika érte, hogy ugye miben vonzottuk a szponzorokat. Alapjában véve a tankcsapda egy olyan közeget mutat, hogy mindenkihez szól. Alapjában véve 3 éves kortól a 73 éves korig az értelmi szférából jövő embereket, vagy a munkás réteg, teljesen mindegy, ugyanúgy szórakoznak tankcsapdán, hála Istennek, és egyébként megmondom őszintén, azért nagyon nagy sikersztori, mert mondom még egyszer, Az egy nagyon nagy mottója egyébként a Dolgozzátok fellemezőnek is, hogy mi mindig összehozni akarjuk az embereket, nem szét. Itt mindig az acsarkodás van, a gyűlöletszítás, a köpködés. Mi nálunk ilyet sose hallottál. Sose. De hogy este mit és azt hogyan halljuk majd, az most dől el. Irány a mélyből a színpad, ahol a zenekar állandó csapat állítja be a hangot, a fényt és jöhet is a beállás. Ez mi az Isten? És épül már a kerítés is, ami azért kellő biztonságban tartja majd a színpadot a bulizó tömegtől. Bejárjuk aztán a többszintes épületet, megnézzük és meghallgatjuk a fiúkat innen és onnan is. Látjuk, készülődik már a zenekari emlékárus kispult is, ahol Árpi serénkedik, a mostani komplett külföldi turné szervezője, Bécstől New Yorkon és Toronton át Marosvásárhelyig intézi az összes fellépést és hogy minden klappoljon. Mire készül? Mikor van a legtöbb? Pólóból vagy inkább CD-ből? Tehát mire készül? Na és a lóvét? Azt tudod, hogy harap. Dolgozzatok, nem akarok itt kotnyereskedni, csak volt egy hangulata neki. Közben kilépünk és látjuk, hogy a nap is kisüt a folyton esős Londonban, mi pedig kiszabadulunk kicsit a mélyből, meg a sötétből, tenni egy kört a környéken. If you want a lover, I'll do anything you ask. Igazából a nagyszakállas Sinit akartuk kirángatni kicsit és beszélgetni vele is, ám ő elbúbiskolt külön kis öltözőjében, ilyenkor már nem nagyon mászkálnak, 2 órával kezdés előtt jobb inkább helyben maradni. If you want a partner, take my hand, or if you want a strike. Ilyet kaptunk a karamelnétől, Szilvitől. Sötétedik, mire visszaérünk. A frontember serényen készülődik, a mi Sidink pedig még mindig az igazak álmát alussza, bőrcucban, bakancsban. Ki ez a rövid gatyó, ez a... Tomi. Hát az még nem adásképes. Sidlovics Gábor. Lassan el kell kezdeni készülni, hagytalak aludni. 7 óra. Igen, egy óra múlva kezdünk. Na és milyen állapotban van ez a Sidi? Hát ilyenkor még ilyen félfaszában, de ugye iszok egy kávét. Félfaszában, már intézik neked, hallod, intézik. Nem jött össze a kis délutáni beszélgetés. Vártál? Na, persze, aztán csak mondom, eldöltem egy kicsit. Hogy ja, de még nem akartak felkelteni. Jó, de rendes vagy. Csak egy picit arra, de közben te öltözködjél, nem akarok ám annyit lefoglalni meg ilyenek. 2011 végén kiszálltam az Zanzibárból. Igen? Még úgy, hogy nem tudtad, hogy lesz tankcsapda? Nem, akkor én még azon gondolkoztam, hogy veszek egy kis buszt, és elkezdek majd valamit fuvarozni, és akkor összehozok egy zenekart. Tehát, hogy alapvetően tehát, hogy... te
Te még fuvarozós vagy? Nem, csak azon gondolkozom, hogy semmi máshoz nem értek, de jobb simba. Úgyhogy... És ezek mik, amiket most fölteszel? Ez kell a gitározáshoz? Igen, ez, ennek elsősorban egyébként fizikai funkciója van. Tehát megtartja a csuklódat? Meg a állandóan szétvertem régen a kezemet a gitáron, de úgy, hogy így húsig lejött mindig a bőr. Tényleg? Koncert közben. És... aztán akkor kezdtem a csuklószorítókat hordani. Okay, úgyhogy ennek aztán utána persze rámegy az ember az a dizájnra, és akkor utána már így nézzen ki valahogy. Aha. Bocs, gyerekek, büdös a lábam. Ja, azt nem csak érzem. Szerencsére ezt egyáltalán érzem, meg a nézők sem. Jó, de most már legalább tudják a nézők. Igen, ha esetleg én nem érzem, pedig érezheted, fölkerül a csodabaki. Ennek is funkciója van igazából, mindig bakarban szerettem játszani, mert... sokat állok terpezbe, meg ugrabugrálok, meg felugrok ide, felugrok, és ez fogja a bokámat. Bejáratnál már jó ideje gyülekezik a közel 1000 fős itt élő magyar közönség. Szigorú biztonsági ellenőrzés, az időközben igazi londonira vált, kiderül, jó pár érdeklődő jegy híján pórul jár, nem tudnak már több embert beengedni. Szárad a frizura? Olyasmi. De Tomi, bocsi, csak itt a sport, az mi? Ja, jó, megijedtem, hogy tudom, mindenki ezzel jön, de gyere be, Jürgyke! Aztán vissza a többiekhez, a teltházas öltözőbe, ahol Lukács Laci mindig frissen mosott frizuráját szállítja épp, fejes egyedi herceg tervezésű színpadi rövidgatyáját mutatja. Az izotópos gyógyitalokat aztán jóféle hazai pálinka váltja, mégiscsak a rockbandáról van szó. Saját pálinkával jöttök ki a piacra? És ez lesz az? Igen, az egyik íz, mi? Tomi, ez törköly? Igen. Nem, mintha értenék hozzá, persze. Gyerünk, ígyunk el. Majd a kocintások után Laci korábbi ígéretéhez híven még a vasalódeszkához penderül. Ott még szoktam magamnak vasalni. Mármint ezt a darabot. Te nem kérdezek ilyenkor a barátnődött? Hogy... De van, mikor ő csinálja, amikor, hogy nem esik az űröző jogról, de nincs is rajta. Meg nehéz. London! És végre összeáll minden, a szokásos zenekari összetartás után irány a sok lépcső, meg a nagy színpad, mielőtt izgatottan vár már két szinten is a teltházas magyar közönség. Pár perc és innen folytatjuk, londoni koncerttel, intim hangulatú hajnali szobabeszélgetésekkel, elég spéci egy éjszaka lesz, ne maradjanak le. Szóval London belvárosában többszintes koncertterem színpadán végre húrok közé csap a debreceni tankcsapda. Pontosabban a dobok közé, az ütőit folyton pörgető fejes Tomi, aki innentől kezdve egy pillanatra nem lassít a tempón. Közönség soraiban csinos fiatal lányok, gyerekes családok és fanatikus rajongók együtt lüktetnek valamennyien a nyitó zúzásra. Ez az a ház. Egyik kedvenc pillanatom, amikor a tomboló közönségből nyílegyenesen Lukács arcán landol egy hangeri sál, ő pedig a legtökéletesebb szeretettel reagál a szitúra. 2017 utolsó szeptember napján. Fentről is körülnézve jól látszik, itt aztán mindenki megkapja a magáét. Pogózó bulizók örjöngenek a jóféle hazai hallatán. Indokolt volt hát a délutáni kerítés, építés. Jól jön a színpad előtti kordon.
Eszelő zúzásban vannak mindhárman, ott a színpadon fejes szerintem legalább 2-3 kilót ledobol magáról a végére. Mikából üti hangszerét, szünet nélkül jó 2 órán át. Felcsendülnek folyamatosan a legnagyobb saját és néha feldolgozás dalok is. Ezen a helyi biztonságiak a kordon mögül végig vízzel kínálják az első sorokban tombolókat, elég szimpi mozzanat. Nem győzöm hangsúlyozni a közönség teljesen vegyes összetételét, kortól és nemtől függetlenül, egy ilyet egyszerűen a helyszínen kell átélni. A közönség szűni nem akaró szeretetét pedig a fiúk is igen alaposan meghálálják, hosszasan és meghatódottan búcsúznak a koncert végén közönségüktől. Közül a minden dalt a srácokkal együtt éneklő 10 éves kisfiút és szüleit próbálom meg elcsípni. Óriás rajongó vagy, mi? Igen. Hogy tetszett a koncert? Nagyon jó volt, köszönöm. Tudsz mindent kívülről, az összes dalt? Hát nem minden, de azért. De, és apától hallottad a számokat? Igen, hát. Papa tanította meg a számokat, hogy mutatta a srácnak? Az én bűnöm annyi, szóval hogy ezt csinál. Hallgatták az autóban, amikor lehetett. Ez a kamerán. A 2 órás bulinak vége, együtt tántorgunk vissza az alaksori öltözőbe. Nagyon sidikém. Bírod? Metál bírod? Ilyenkor mindig a nyári bulik után a klub szezon első pár bulija azért kicsit megviseli az kicsit ember. Kicsit kevésbé szellős, mi? Ja. De utána visszaállunk. De utána meg jönnek megint a nyári bulik, az meg ilyen 30 percnek tűnik. Hát ez jó kondi. És mi van ilyenkor? Mi van ilyenkor? Kis beájulás, kis bögrézés, vagy kibeszélítő? Hát ilyen összeesés, egy 31 perc szücsörgés, tuszolás, és utána előre kopunk. Igen? Ez ebbe az éjszakában? Hát nem, de el a hotelba. El a hotelkában. Akkor én például ilyenkor buli után letusolok, mert ugye én nem szokok. De ez ennek volt valami konkrét oka egyébként, hogy egyszer csak húztál egy vonalat? Hát igen, hogy... Hogy mások volt? 20 éves koromra én kinulláztam magam, aztán akkor úgy döntöttem, hogy úgy kellett döntenem, de nem bánom. És lehet ezt a műfajt így csinálni ennyire tisztán? Szerintem így lett a legjobban. Egyébként érdekes, mert hűlök le a szintjükre. Tehát amikor az van, akkor... Tehát ha valaki külső is lát minket, aki nem tud, és szerintem azt hiszik úgy, amúgy be vagyok rúgva. De egyébként meg élvezem így az életet, tehát te, hogy... Tehát gyakorlatilag várjál azt, hogy nagyjából most vagy 41. 41, ja. Tehát 21 éve egyáltalán sem. Tehát azt mondtad, hogy holnaptól nem, és az így is volt. Így van, fontosan. Mert hogy nagy zűrben voltál, vagy hogy... Hát ja, igen. Tehát én végül is úgy szoktam fogalmazni, egyszer rúgtam be, csak az 4 évig tartott. Na, jól van, az óriás mackó egy nagyon, nagyon rendes, szavát tartó ember. Ez, igen. Ez látszik is, egy nagyon édes jelenség vagy a színpadon különben. Isztok, te is iszol, ugye? Oda bent a többiek, azért jóféle hazai töménnyel zárják a bulit. Ez a kísérleti custom shopos cuccok, teljesen tiszta pálinka. Már otthon főd. Megyünk? Éjfél is elmúlik már, mire a 2 megtelt zenekari busz a külvárosi szállásra indul. Árpi a menedzser ide foglalt rutinosan, hisz közel van a reptérhez, ahol 10-kor már a Dublinba tartó gépen kell lenni. Nincs már nagy élet azért a hotelkában. 1664 doboz sör kell megenni ahhoz ebből, úgy berúgjál. Igen? Most tartok a harmadiknál. Jó, akkor még van. Hajnali 1:30, mire átveszük a szobákat. A fiúk ott váratlan kortyogatják jól megérdemelt söreiket. Elindul valami. Gyere, mondd el, mi a baj, drágám, én figyelek rád.
Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az a pár. Oda ne. Látod, milyen klassz? Teljesen jó. A frontember Lukácsot viszont még áthívjuk magunkhoz egy napzáró hajnali beszélgetésre. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a... A folyton sportoló rockerről köztudott, hogy az ejtőernyőzés szerelmese. Ám 10 év alatt 2 elég komoly balesetével arra kérte a zenekar, ezt most inkább kicsit szüneteltesse. Maradt a futás, többnyire fél maraton a debreceni erdőben, vagy épp a koncertturné során. Ezek csíkos, jó amúgy. Jó, amúgy menő szerintem, igen. Szállok kis kutya. Évente egy vagy 2 alkalommal szoktam indulni városi versenyeken. És hogyha valaki nekem mond bármit, akkor az eddigi legjobb eredményem, illetve az életem legjobb eredménye, mert ezt már soha nem többé nem akarom megdönteni, az 1 óra 38 perc egy félmaraton távot illetően. Ahhoz azért kell szedni a lábat, főleg úgy, hogyha belekalkuláljuk azt, hogy mit tudom, 37-8 évesen kezdtem el futni, úgyhogy mögöttem volt mondjuk már addigra is aktív 20 rock and roll-ra töltött év. De ahhoz képest például, tehát meg kell mondjam, jó pár zenekarral forgattunk így a Jutkával az elmúlt 3-4 évben, akik azért elég kemény hírben állnak, stb. Na most én egy ilyen józan életű brigádot, mint ti, én esküszöm, erről nem beszéltünk. Nem áll. Ez nem vett föl, nem igaz. Nem, ez illúzióra való. De tényleg, nem. Ahhoz, szóval, hogy már valami már nagyon túl vagytok, és le kellett zárni mindannyiatok, nem lehet, hogy ilyesmi, hát, sose voltak ezek a klasszikus rakettel. De túl vagyunk egyébként elég sok mindenen ilyen szempontból. De ez nem valamiféle ilyen határvonalhúzás, és akkor tegnap még valahogy volt, mától meg valahogy lesz. Ez inkább csak egy ilyen természetes folyamat eredménye. Igazából az van, hogy sokan azt gondolják, hogy az a rock and roll, ha valaki be tud rúgni, ha valaki be tud rogozni, ha valaki minden nőt, meg mint tudom, tehát ez nem az a rock and roll. A rock and roll az, hogyha azt csinálom, amit szeretsz. Ez lehet egy pék, aki tök jó kiflicsült, érted, vagy bármi. Az a rock and roll szerintem, hogyha valaki azt csinálja, és arra teszi fel az életét, amit szeret, és azt meg is csinálja, és hogy ezt meg is csinálja, ráadásul jól csinálja, azt elismerik anyagilag is, erkölcsileg is, akkor az rock and roll. A rock and roll nem attól függ, hogy ki mennyit bír inni, vagy ki mennyit bír drogozni. Mert ha ettől függen, akkor Magyarországon lenne 2 millió rock and roll, érted? Többi azt sem érdekel, ha ki vagyok rúgva. Eleget ittam, és most már be vagyok rúgva. Nem számít már, hogy a hajnal hol talál rám. Mi lesz velem, azt csak az Isten tudja. Többi azt sem érdekel, ha le vagyok téve. Akkor is ez volt életem eddigi legjobb éve. Nem, nincs ilyen kialakult munkamódszerem, ha úgy tetszik. Tehát nincs egy olyan munkamódszer, hogy Laci úgy ír szöveget, hogy 2 pont. Nincs ilyen. Tényleg, akárhogy. Tényleg akárhogy. Írtam már dalt ugyanilyen szállodaszobában, írtam már dalt a fürdőkádban, írtam már dalt részegen, jószanon, vagy szövegeket, úgy értem, nem komplett dalokat értelemszerűen, inkább csak ilyen ötleteket, vagy nem tudom, hogy ilyen. És akkor, hogyha valami igazán megtetszik, akkor azt így kis túlzásra mantrázom magamban, valamikor egy napig is kész van, valamikor egy évig is, akkor lesz kész, érted? Valamikor 5 évig is, akkor se lesz kész. Te mered magad azt felvállalni? Tehát te tényleg olyan figura vagy, ami ennek a színpadon látnak téged, vagy ami ennek a dalaidban vagy, vagy valamit szeretnél esetleg elpalástolni, vagy nem is tudom, hogy... Persze, hogy szeretnék elpalástolni, hát nyilvánvalóan az ember nem érted, ahogy te is most betakarod a bugyis... Az alsó, oké. Tehát ilyen, de érted, de köze felül meg van egy tök menő... Felül meg közben van egy tök menő ing, érted? Tehát ugye az összkép az mégiscsak. Valamit elpalástolsz, valamit megmutatsz. Ez ugyanígy van ezzel is. A színpadon lévő Lukács Laci, az nyilvánvalóan az a fajta rock'n'roll énekes gitáros, akit a közönség látni szeretne. Annak igyekszem megfelelni. A szó legszorosabb értelme. De közben meg sokkal inkább szeretsz a csendben, az erdőben, a madárcsicsergésben félmaratonokat futni. Is.
De a kettő, igen, de a kettő egymásnak nem mond ellent, a kettő egymás kiegészíti, megint mondjuk a fekete-fehér a pöttyöket. De tök jó, hogy legalább van mivel kiegészíteni, mert valakinek nincs mivel, és azért ez nem kis dolog, hogy van egy ennyire különleges ellentéted is, ami ugyanúgy te vagy. Ez nem ellentét, ez kiegészítés, ez óriási különbség, nem ellentét, ez nem arról van szó, hogy egyébként én pirumán vagyok, de nem szeretek gyújtogatni, hogyha pirumán vagyok, én szeretek gyújtogatni, érted? Tehát, hogy... Jaj, tényleg. Tök igazad van. Van még egy kis sörik kéz? A hát. Jó, és még a sörik. Jó, elfogyta. Van még csak érettségiztem, tehát igen, vagy egy szakközben. Igen, érettségim van, illetve az érettség után szereztem egy ilyen szakmát. Zenekereskülé szakmát, igen. Igen, dolgoztál, ja, tényleg dolgoztál lemezboltban, ugye? Így van, aha, igen, igen. Mindent ki kellett. És akkor igen, kotta, zenemű kereskedés. Zenemű kereskedés. Ez az egyetlen ilyen munkahelyi dolog? Tehát? Igen, igen. Igen. És szerencsédre, hogy nem kellett többet, akkor ez a baj. Hát azért csak azért kellett, amíg na mindegy, tehát kényszerűség, nem kényszerűségből rosszul fogalmazok, mert egyébként meg egyébként azt a részt az életemből is szeretem egyébként hozzáteszem, mert gondolj bele, hogy éveken mondjuk 2 vagy 3 éven keresztül dolgoztam egy olyan hanglemezboltban, ahol megismertem mondjuk Dorzsáktól Lagzi Lajcsig mindent. Mondjuk Lagzi Lajcsi éppen akkor még egy piacotos kazettárus volt, őt inkább személyesen ismertem meg, mint aki kazettát vásárol és elviszi a piacra árulni. Ez most ilyen szinte részletkérdés. De úgy értem, hogy ilyen szempontból a zenei értelemmel fejlődésednek, vagy annak a fajta pályának, amit bejártam azóta is, az egy, akkor nem tudtam még nyilvánvalóan, de ez egy fontos része volt. A szüleid támogatták ezt? Ja, igen, kérdeztem a szüleimet. Igen. Az a helyzet, hogy nyilvánvalóan miután munkás családból származom, apám vasmunkás volt, anyám meg ápolónő, évtizedeken keresztül mind a kettő, úgy értem. Nyilvánvalóan, ahogy minden más normális, ilyen értelemben normális szülő, azt szeretnék volna, hogyha én többre viszem, mint ugye ők, magyarul tanárember leszek, vagy orvos, vagy ügyvéd, vagy doktor, vagy mit, tehát, hogy tanult ember. Ezen irányzattal nem volt bajuk? Tehát nem az, hogy jó, ha már zene, akkor legalább valami klassz kis sajnos. Nem. A durva hanem, metál, vagy... Nem, hanem miután én elmondtam nekik, hogy én nem ebben látom az életemet, hanem abban, hogy én leszek majd a híres gitáros énekes, és miután látták, hogy én ezt komolyan gondolom, és ez nem valamiféle múló hóbort, amit az ember egy hét alatt felvesz, aztán 2 hét alatt eldob, és aztán mit tudom én, izé akar, hogy görkocsolja a bajnok, érted, nem tudom. És annál sokkal jobban szerettek, hogy ezt ne látnák át, meg sokkal hálába gondolok rájuk emiatt, sokkal jobban értették, hogy ezt én valóban komolyan akarom csinálni, ezért a tiltás része nem működött, a tűrés része az elején igen, de aztán a támogatás része működött, ugye a 3T, hogyha valakinek ezt mond valamit. Elégedett vagy azzal a fajta karrierrel, amit befutottál eddig? Abszolút. Tehát, hogy a Hollywoodról álmodoztál, de most... Nem. Az most igen. Az elégedett szó nem jó kifejezés, mert az elégedett... Azt mondom, hogy elégedett, az nem sokára meghal. Nem elégedett vagyok, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy örülök annak, vagy boldog vagyok attól az érzéstől, hogy sokkal több mindent elértem, mint amit egyébként logikusan, meg észszerűen valaha el lehetne várni Debrecenből, a lakótelepről, a 6. évet 27-ből egy betonpanelből, érted? Annál 100-szor többet elértem én magam is, a zenekar is értelemszerűen, úgy értem, és ennek közel sincs vége, és ez jó érzéssel tölt el. Tehát az, hogy mondjuk most itt beszélgetünk 2017. szeptember végén, és már most tudom azt, hogy jövő év októberében újra Hollywoodban játszunk, a Whiskey a Go-Go-ban, érted? Már most ki van fizetve a terembérlet előre, mert mondjuk bekérik. Zseniális. Bizonyos szempontból egyébként ugye ez így van, mert, de most komolyan, mert azért a költőket, a művészeket, az alkotó embereket, a kínlódás, a fájdalom, az mindig inspirálja. Az, hogy mondjuk az én saját magánéletem, ami engem jellemez, az mondjuk ilyen szempontból sokkal kerekebb, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt volt, a szó legszorosabb értelmében, az alkotói szemszögből véve bizonyos szempontból nem jó. Nem jó, értem. Most egy kicsit te dobtasz el a lasztit, ugye ez azt jelenti, hogy ha jól tudom, 2-3 éve van egy
fontos és állandó párkapcsolatod. Így van. Nem feleség, hiába dobja ki állandóan egyébként az internet kereső, hogy Lukács László felesége, nincs még felesége, nincs, nem is volt soha. Nem is volt soha, eddig még nem. De most vagy egy komoly kapcsolatban. Így van. Lassan esetleg azon is morfondírozol, hogy ilyen klasszik oltár elévezetős, apukás, hát a gyerekcsinálós? Oltár elévezetős ilyen szempontból, tehát a klasszik esküvő, nem annyira nem. De egyébként könnyen lehet. Hát figyelj, végül is ides tovább 50 éves leszek, tehát végül is el nem kapkodtam a dolgot eddig még. Közben az autó magróból, meg a tankcsapda énekel. És a hátsó üléseken többen már sehogy se férnek el. Hát üljenek a fiúk ölébe a lányok, üljenek a fiúk ölébe a lányok, üljenek a fiúk ölébe a lányok. Kali, Kali, írjátok meg? Hogyne. Politizálgattam még? Legényel. Politizálgatom. A politika az idézője. Jöhetek kamerába? Ilyen zeni azt. Simán, persze. Miért szó néz ki az alsó vagy? Nem, hogy így. Ez így két ágyas, ugye? Tehát két külön ágyas. Azt tudni kell, hogy mindig párban vagyunk. Igen, tudom, hogy ti vagytok az új barik. Új barik. Új barik. Mondta Laci is, hát inkább az én. És én vagyok a fiú. Nem mindegy, ez így van. Srácok, észrevettem, hogy a háttérben azért nagyon komolyan irányítod a szálakat. Tehát, hogy ő a főni azért valahol bármilyen meg lehet. Ezt most igen, most azért én mondom, mert ő meg elkezd majd szerénykedni, hogy ja, tehát tulajdonképpen Laci áll a mikrofonnál, a zászlóval. Én úgy szoktam mondani, hogy ebben a zenekarban két Lukás Laci van, hogy ő a másik, csak az emberek ezt ugye nem is kell, hogy tudják feltétlenül. Te vagy a harmadik Sidi. Én vagyok a balansz, a videó. Te a harmadik Lukás Laci. Mindegy, és egyébként, hogyha nem lenne Sidi, most nem az emberek látszik velem, akkor nem lenne tankcsapda. Ez tuti. Ez 100%. Jókor jött, mi? Igen. Abszolút. Mondtam neki, egyébként ez a főni téma, és ez most nem azért van, mert szerénykedni akarok, amit a Sidi mondott, hanem az a probléma, amit napközben elkezdtünk, hogy az emberek valamiért mindig meg akarják fejteni, ami van. Hogy ki a főnök, kitől megy, miért megy, valójában, és akkor tudod, ezekből az emberek ilyen teóriát gyártanak. Én azt gondolom, hogy minden egyes brandben, minden egyes sportnak, minden zenekarnak, minden egyes műsornak, akár a tieteknek is, az a kulcs kérdése, hogy megy vagy nem megy. Nem az a lényeg, hogy kitől. És ezt nem lehet személyre bontani, hogy most én irányítok, vagy Laci, mert most van egy újfajta Fejes Tamás brand, ugye megírta a melyik újság volt ez a Forbes. A Forbes, hogy nem Laci múlt, ez sem igaz. Egy dolog a zenélés, meg egy dolog az, hogy első pillanattól így minden a helyére kattant, és úgy szoktuk mondani, hogy a P betű, úgy hívjuk a, nem is a zenekart, hanem az ügyet, ami a zenekar körül van, ami a zenekart is jelenti, ez a P betű. Az is jelkép. Mert az volt a mottoja a zenekarnak, még fiatalok voltunk, hogy Pia, na, Pipa. Ennyi kell. 3P. Hát ez már minden elmúlt, gyereke. Igen. És az nyilvánosság megint nem fogja, mert amikor fiatalok voltunk, De ha már így felmerült ez a dolog, hogy kérdeztem a Lacitól is, hogy otthon, mennyire tapsolnak az ilyen hosszabb távú külföldi turnékhoz, tehát az asszonyok, ugye friss házas, egy-két hete volt ugye az esküvőd, Sidikém is két gyermek és családapa, szóval, hogy... Szerintem ők tudják, hogy várják, mint mi. Nekem a feleségem van, amikor volt egy év... Laci is ezt mondta egyébként. Volt egy év, amikor áprilisba kezdtünk, egyébként ilyen február másodikba szoktuk a turnét, és akkor a feleségem kérdezte, hogy mikor mentek már? Nem kell álszentnek lenni, kurva jó turnézni, kurva jó a családottól külön is lenni. Nagyon sok ember, ezt is el kell mondani, hogy nagyon sok ember szívesen elmenne 2-3 hétre, hagyná ott a francba az egészet. Nagyon nagy... Az a jó, amikor a gyereked meg a feleséged hiányzik. Az egy nagyon jó sztori. Persze, és sőt, jót tesz. Az egy nagyon jó sztori. Igen. Jó, tesz a mondom, hogy én ezt is úgy élem meg, hogy hozzáállás kérdése, és szerintem mindannyian ilyen szemben. Ezért értem, de nem kell izgulniuk, hogy ezek az apukák, ezek rossz csatkodnak. Sőt, igazából ez annyira vicces, hogy
ilyen szinten meg már olyan nyugdíjas botoljuk ezeket olyan a dolgokat, hogy tényleg vissza hotelba, hánykor van reggeli, jaj, menjünk aludni. Azon szokunk nézni, hogy milyen a szállodai szoba, tudod. Nem pedig az, hogy lesz egy kígyózó sor az öltöző előtt. De pont abban az sztoriban vagyunk, nem vagyok megkeresztelve, nem vagyok hívő, de hogy megadta nekünk a Jóisten azt a sztorit, hogy egy olyan szegmensbe pakol be, hogy mi élvezzük a sztárságot, megvárnak az emberek, telt házak vannak, kimaradnak, de egyébként meg tudunk emberként működni. Gyerekek, csodálatos élmény volt veletek együtt lenni, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, mi is örülünk, hogy pihenjetek! Hajnali négy tájban aztán már tényleg nyugovóra térünk. Másnap reggel 8-kor viszont már majdnem csak a hűlt helyüket találom. A taxi nem vár, Sibi és Fejes a többiekkel már be is kucorodva, indulásra készen. Minden jó volt szerintem, jó volt a buli, jó volt a pecúbásokat, nem fogtam ki belőle. Sőt, még két pésüt is bevéltem most reggel, ezért gyorsan tuszmákon az orrom alá, úgyhogy megyünk a reptére, megyünk tovább. Jó van, tele energiával, erővel, hát menni azt fel. Talán, azt túl, nem ilyenkor kell tele lenni energiával, majd este. Este? Fél kilenc körül. Nagyon köszönöm. Legjobbakat. Szia, szia. Sziasztok, fiúk. Tomika, Palatomi. Sziasztok, srácok. Jó utat, ciao. Azt kell, hogy mondjam, hogy mert nem sokban különbözött, mint hogyha az ország bármely pontjára mentünk volna, Magyarországra gondolok természetesen. Ez most így adatott meg, hogy Londonba kellett eljönni azért, hogy a tankcsapdával egy közös napot tölthessünk, és egy éjszakai beszélgetés összejöjjön. Elég izgalmas volt, elég road move is volt, nagyon jól éreztem magam, és egy három nagyon komoly formát ismertem meg a tankcsapda tagjai személyében, úgyhogy hálás vagyok ezért a sorsnak és nekik persze. Köszönjük, hogy velünk voltak, jó éjszakát!